A város közgyűlésének tegnapi ülésén az egyik legnagyobb indulatokat kiváltó téma a közoktatási intézmények helyzetéről szóló napirendi pont volt. Több eredmény, ezt persze időzélbe teszem, tehát több döntés is született, így pontosabb. A témában mindenképpen úgy gondoltuk, hogy részletesebben is szeretnénk tájékoztatni a Pécs TV nézőit. Ezért is örülünk különösen annak, hogy Spolár János, a közoktatási és sportiroda vezetője időt tudott szakítani ránk, köszöntöm itt a stúdióban. Nagyon-nagyon feszült volt az az időszak, amikor a tegnapi közgyűlés ezzel a témával foglalkozott, holott az érintetteket ezek a kérdések igazán nem érték váratlanul, hiszen voltak olyan intézmények, ahol már több éves előzménye volt annak a döntésnek, ami tegnap végül is megszületett. Itt a kettőről már mi is említést tettünk, ez konkrétan ugye az Egyetem utcai iskola bezárása, illetve az Istenkúti iskola megszüntetése vagy bezárása. Mik történtek tegnap ott a közgyűlésen? Hát én szeretném azzal kezdeni, hogy annyira nem szeretem ezt a szót, hogy bezárták az iskolát. Tehát, és ha a jogszabályokat nézzük, akkor bezárni iskolát az annyit jelent, hogy jogutód nélkül megszüntetni. Mert a jogutód nélkül megszüntetés azt jelenti, hogy megszűnik a gyerek tanulói jogviszonya, és megszűnik a pedagógus állása. Erre még Pécset nem került sor. Tehát itt tulajdonképpen nagyon jól tetszett mondani egy hosszú folyamat, vagy egy mondjuk így, hogy 3, illetve 2 évvel ezelőtt megkezdett folyamatnak a lezárása történt szinte, illetve ez kiegészült még egy komoly lépéssel, ez a hevesi, majd erről később szólok. Tehát tulajdonképpen itt a 97-ben létrehozta az önkormányzat a közgyűlési döntéssel a Fehérhegyi, a Felsővámház utcai, illetve a Rácvárosi Istenkuti AMK-t, mint egy összevont, összetett intézményt. Akkor is lehetett látni, hogy ezekben az intézményekben az alacsony létszám miatt alacsony a kihasználtság és felesleges épületek vannak. Ez a tegnapi döntés tulajdonképpen arról szólt, hogy Fehérhegy saját kezdeményezésre feladta a Hásfő utca épületét, a Felsővámház utcai iskola pedig belátta, hogy egy tagintézményében, meg a saját épületében is elfér ez a 3 összevont intézmény. A kérdés az volt, hogy a két tagintézmény közül, az Ágoston és az Egyetem utca közül, melyik legyen az az épület, amelyre kimondja a közgyűlés, hogy felesleges és nincs rá szükség. Az Istenkuti egy kicsit más kérdés, majd erre akkor visszatérek. Tényleg így van, hogy a nagy vitát ez a két határozati javaslat váltotta ki. A vita arról szólt a Felsővámház utcai iskola két tagintézménye esetében, hogy az Egyetem utcára vagy az Ágoston térre essék a választás. Az előterjesztés az Ágoston tér megmaradását jelölte meg, és az Egyetem utca megszüntetését, mert hogy a Kodolányi Gimnázium 5 tantermét át kell adnunk a mi asszonyunk kanonokrendnek. És a közülés tulajdonképpen arról döntött, hogy az Egyetem utca szűnjék meg, és ide kerül a Kodolányi János Gimnázium. Mi történik azokkal a diákokkal és tanárokkal, akik jelenleg az Egyetem utcában laknak még? Tulajdonképpen két dolog történhet. Ennek a döntésnek az értelmében a tanulók jogviszonya a Felsővámház utcai iskolával megmarad, legfeljebb nem abban az épületben fognak járni, de ugyanakkor a szabad iskola választás miatt a szülőnek joga van eldöntenie, hogy egyrészt, hogy a két megmaradt épület közül melyik iskolába úgy tetszik, oltaná inkább szívesen vinni, persze azért ennek vannak korlátai, mert a befogadó képességet befolyásolja, másrészt pedig eldönteti azt, hogy mivel az ő Egyetem utcai iskolai épülete már nem áll a gyerek rendelkezésére, vagy a megszokott körülmények ott nincsenek, akkor szabadon eldönti, hogy
hogy a felsőben az utcába viszi, vagy pedig a város másik iskolájába talál helyet neki. Azért mindennek a hátterében ugye az van, hogyha nagyon durván akarnék fogalmazni, akkor csak úgy tudnám, hogy a gyermekállomány drasztikusan csökken évről évre. Az tehát, hogy most az Egyetem utcai iskola bezár, az nem jelenti azt, hogy itt a térségben lévő másik két iskola, az Ágoston tér és a Felsővámház úti iskola, nekik aztán most elvonultak a viharfelhők a fejük fölül, és most nem fogja bajgatni őket senki. Mert hogy akkor azért ez várható, hogy 1-2-3-4 év elteltével itt ismét felmerül a kérdés, hogy csökken a gyereklétszám, szükség van ezekre az intézményekre? Hát ez nagyon jó kérdés, és ez tegnap a bizottsági elnök úr Mexner András szájából el is hangzott, tehát nem titok ez, hogy pontosan ezen okok miatt, amit ő most említ, illetve a város költségvetési helyzete valószínű szükségessé tesz májusban egy ennél elképzelhetően drasztikusabb intézkedés sort. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy... Bocsásson meg, idén májusban? Igen. Ez tehát akkor már érintheti az idei szeptembert is? Ez feltétlenül. Tehát itt ugye a törvény a fenntartó számára lehetővé teszi ezeket az átszervezéseket, de kizárólag július 1 és augusztus 31 között. Tehát szorgalmi időben, tehát tanév közben ilyen átszervezésekre nem kerülhet sor. Ezekről ugye most döntött a közgyűlés, de július 1-i hatállyal. Tehát idén májusban valószínű ez a terv, ez az elképzelés, mert hogy, még egyszer mondom, a költségvetés helyzete olyan, amilyen, na most az oktatás természete meg olyan, hogy ahhoz, hogy az oktatásban megtakarítás keletkezzék, ahhoz az idei döntés megtakarító hatása a következő évben érvényesül. Azért az elég szörnyű így beszélni oktatási intézményekről és ezen keresztül gyerekekről, hogy megtakarít a város, nem? Hát igen, csak ugye itt az a nagy probléma, hogy a költségvetés, amelyet most elfogadott a közgyűlés, mindenki tudja róla, hogy valamennyi oktatási intézményt, hát hogyan mondjam, keményen megsuhintotta, hogy egy kicsit képletesen fogalmazzak, nagyon nehéz helyzet elé állította, arról is beszél, hogy a költségvetési rendeletben van egy ilyen szöveg, hogy 5% létszámleépítés, amely tulajdonképpen az oktatásban így szinte elképzelhetetlen. Ahhoz, hogy ez megtörténjék, ahhoz az intézményektől vagy feladatot kell elvenni, ez pedig elég nehéz, szintén a törvény szellemében, vagy pedig át kell rendezni a magát a rendszert, hogy az olyan keretek között működjék, amely ebből a pénzből, amely az önkormányzatok a fenntartónak rendelkezésre áll, normális körülmények között működjék. És én azt gondolom, és ezt tényleg nagyon komolyan és felelősséggel szeretném kimondani, hogy a fenntartónak, meg a közgyűlésnek a közoktatás egész rendszerének működéséért szól a felelőssége. Ezen belül természetesen az egyes intézményekért is, de az egész rendszernek kell normális színvonalon és normális körülmények között működnie ahhoz, hogy az egyes iskolák azt tudják produkálni, amire képesek. Sajnos a tegnapi döntéseknek csak nagyon kis hányadát tudtuk érinteni, de az időnk most nem enged többet. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A nézőket pedig arra biztatom, hogy tartsanak velünk hétfőn este is, hiszen az akkori hírórában az Istenkúti iskola jövőjével, jelenlegi helyzetével foglalkozni fogunk majd.